Rengeteg könyv közül választhat, aki ellátogat a Huszárgál városi könyvtárba. Az intézményben az olvasáson kívül több program is várja az érdeklődőket, ilyen például a számítógépes tanfolyam vagy a Baba Mama Klub. Hétköznap délelőtt is szép számmal akadnak látogatók a könyvtárban. Fiatalok és idősek egyaránt szívesen időznek el a könyves polcok között. Az olvasás még mindig népszerű időtöltés a városban. A könyvtárnak több mint 9500 regisztrált tagja van, ez a város minden harmadik lakóját jelenti. Püspöki Lászlóné gyakori vendége az intézménynek. Ez egyetlen alapos kikapcsolódásom, mindenen átsegít, minden nehézségen. Nagyon szeretek olvasni. A könyvtár infópontján a napi sajtót olvashatják el az emberek. Horváth István már nem is vesz újságot, olyan gyakran jár ide. Havonta, másfél havonta jövök cserélni a könyveimet, de ide az olvasóterembe legalább egyszer egy héten eljövök. Az intézmény mindenki számára igyekszik megadni az olvasás élményét. A vakok és csökkentlátók számára egy közösségi teret alakítottak ki, beszélő számítógépekkel. Van egy gépi hang, amely mond minden általunk megjelenített betűt, számot, karaktert. Ludvigné Üveges Judittól megtudtuk, az embereknek nincs pénze, ezért újból megnőtt a könyvtárba járók száma. A beiratkozás díja pedig olyan alacsony, hogy egy fél könyvet sem kapnának érte. Középiskolások, egyetemisták éves tagdíja 600 forint, természetesen az év nem naptári évre, hanem 365 napra vonatkozik, szintén 600 forint a nyugdíjasoknak a tagsági díj, az aktív keresőknek pedig 1200 forint. A könyvtárban komoly számítógéppark is várja az internetezni vágyókat, de a kismamák számára is kínálnak programokat minden pénteken.